Köszöntök mindenkit itt a fehérvári beszélgetések. Hát mai vendégem egy időben hihetetlen népszerűségnek örvendett Csümegi úr, Kutya úr, illetve Gábor Gábor köreiben. Nagy szeretettel köszöntöm a Vörösmarty Színház színművész nőjét, Závodszky Noémit. Szia, köszöntelek téged. Szia, Zoli. Beszélünk majd erről is elhagyhatatlan és kimaradhatatlan téma nálam, a szomszédok. De előtte beszéljünk ama apropóból, amiért te itt vagy nálunk a fehérvári beszélgetésekben, megkaptad a Fehér megyei Prima díjat, gratulálunk hozzá nagy-nagy szeretettel. Milyen érzés volt egy ilyen díjat átvenni? Ugye, mert olvastam, hogy rengeteg szakmai díjad van, és ez egy olyan díj inkább, ami mondjuk így a civil életből érkező díj, hogy itt is elismerik a te munkásságodat. Igen, bár szerintem ezt a kettőt azért nem lehet külön vonni, mert valamilyen szinten mégiscsak szakmai, illetve hát, hogy a munkásságom, vagy a munkám miatt kaphattam, de elképesztő jó érzés volt az, hogy ennyi ember szavazott rám, és hogy nem tudom, ennek nyilván nincs olyan, hogy jó időzítés, meg rossz időzítés, mert hogy mindig van egy isteni időzítés az ember életében, de ez a legjobb kor jött, és a legjobb pillanatban, és nagyon-nagyon-nagyon jót tett a lelkemnek is, meg mindennek. Felfoghatatlan volt egyébként. Én úgy éreztem, hogy egy nagyon-nagyon erős mezőnybe kerültem be, és nagyon-nagyon színvonalas csapatba, és egy az egybe külön-külön mindenki megérdemelte volna ezt a díjat. Nehéz is összehasonlítani szerintem így a különböző szakmákat. Illetve furcsa dolog, hogy a mai világban ez az egész versengés, hogy így megversenyeztetik az embert, de én akkor is úgy voltam vele, hogy így elengedtem. Én már nagyon sok mindenbe beleéltem magamat az életemben, és nagyon sokszor csalódtam. És megtanultam azt, hogy igen, az embernek lehetnek vágyai, meg álmai, de azt így föl kell adni az univerzumnak, és hogyha méltó rá az ember, akkor, és szükséges az életében, akkor úgyis megkapja. Érdekes volt ez az elengedés. Sokszor tapasztaltam azt, hogy azután kaptam meg valamit, hogy elengedtem. És erre is igaz volt, hogy nem ragaszkodtam hozzá görcsösen. Már önmagában az, hogy engem jelöltek erre a díjra, egy csodálatos érzés volt. Én már azzal úgy éltem meg, hogy egy ajándék. És nagyon-nagyon örültem neki, nagyon nagy megtiszteltetésnek éreztem, és fura módon úgy hozta az élet, hogy a díjátadás napján előadásom volt a színházban, a hülyéjét játszottuk, én vagyok a hülyéjének a felesége. Ez csak így zárójelme, mint érdekesség. És jelmezben vettem át Parókában a díjat, szünetben tudtam átmenni. Ne, tényleg, de, ez így volt. De. Na, én láttam a képeket, megmondom és őszintén. Csodálkoztál te is, egy csomó ismerősöm, hogy új frizurám van? Igen, csodálkoztam, hogy milyen haja van a Noéminek, új frizura, meg milyen öltözék. Igen. Mondom, hogy komolyan gondoltál, nem gondoltak komolyan, tehát akkor ez színházi jelmez, amiben ez jelmez. Te voltál. Ebből látszik, hogy még ezt az előadást nem láttad. Nem mert láttam, aki látta, azért összerakta, hogy ez egy jelmez volt, amiben átmentem, és utána még poénkodtam is, hogy mekkora mászli, hogy nem a padlást játszottuk, és nagymamaként vettem volna. Hát ezt akartam mondani például, igen. Igen. Vagy éppen Tangolita jelmezbe például. Hát mondjuk abban azért az meg szívesen átveszi, oda, de tényleg, hogyha mondjuk egy nem annyira előnyös külsővel átvenni egy ilyen díjat, így jó volt, mert annyira, látod, téged is megtévesztett meg még azért sok embert, hogy félig meddig akár lehetett volna civil külső, hogyha én egy olyan bohókás színésznő vagyok, aki naponta változtatgatja a frizuráját különböző parókákkal, és így járkálnék az utcán, mert vannak ilyenek, miért ne? Nem, és ettől egy nagyon furcsa állapot volt az, hogy szinte a színpadról jöttem le, és úgy estem át. Ez csak úgy volt kivitelezhető, hogy a színház mellett a Magyar Királyban volt az egész ceremónia, különben nem is tudom, hogy mi lett volna, hogyha egy más helyszínre kellett volna átmenni, így meg szinte csak átléptem. És a közelség miatt is félig meddig még szerepben vagy figurában voltam, vagy nem is tudom, hogy mondjam, nagyon érdekes volt, és így emlékszem rá, hogy így csak láttam a tömeget, és így fel se tudtam fogni, hogy most akkor mi is van, vagy most akkor, mert hogy előre megbeszéltük azt, hogy körülbelül hány óra lesz az, amikor én át tudok érni, és hogy ahhoz képest próbálták összeállítani a szervezők a programot, hogy akkor már úgy menjek fel a színpadra, de nagyon picit előrébb tartottak valami miatt,
És kiderült, hogy rajtam kívül ott már mindenki tudta, hogy én kaptam meg a díjat, csak én csak nem. És nagyon, nagyon érdekes volt, mert állítólag olyan volt, mint az Oscar-díj átadás, és ezért is úgy sajnálom, hogy lemaradtam róla, hogy borítékot bontottak, ráadásul a polgármesterünk bontotta ki azt a borítékot, amiben én voltam, és biztos egy elképesztő jó élmény lehetett, de én erről a részéről lemaradtam, sajnos. Igen. Egyszer majd szeretném visszanézni felvételről. Biztos megvan valahol, biztos, nem tudom felvetni. Biztos, csak most még tényleg annyi dolog volt, hogy ezzel nem tudtam foglalkozni. És akkor már rögtön mentem fel a színpadra, és vettem át a díjat, és nagyon-nagyon jó érzés volt, de annyira hirtelen jött, meg olyan furcsa volt, hogy elég sok ideig tartott, mire felfogtam. És aztán ott beszéltem is valamit, amit nem is biztos, hogy visszatudnék most idézni, hogy miket mondtam. Hát az ember így van ezzel. Igen, és akkor még egy picit ott tudtam maradni, de hát nem nagyon hosszan. Visszamentem folytatni az előadást a második felvonásban, és akkor, amikor vége volt az előadásnak, akkor újra visszamentem még egy órára. Kicsit partizni. Már sajnos véget ért, és nagyon kevesen voltak ott, de pár emberrel tudtam beszélgetni, és nagyon tartalmas beszélgetések voltak, úgyhogy örülök, hogy átmentem, és tulajdonképpen, amikor hazamentem, és már otthon ültem, és valahogy így akkor esett le, vagy akkor, akkor tudtam belegondolni, hogy úristen. Igen. És nagyon érdekes, ezt még muszáj elmondanom, mert ugye az emberben benne van, hogy ezt úgy szeretné elmondani, vagy megosztani másokkal az örömét. És a Keller János kollégám, és szintén benne van az előadásban, és ő kérdezte tőlem, hogy na de jó, de majd ő honnan fogja megtudni, hogy én megkaptam vagy sem, hogyha visszamegyek, mert hogy ugye már az előadás zajlik. És akkor mondtam, hogy onnan, János, hogy én annál a résznél előbb megyek be a színpadra, mint te, és tudod, ott szoktunk állni a takarásban, majd elmondom neked. Jó, megyek át vissza a színházba, és amikor összefutottam a Jánossal az épületben, már messziről így izén, gratulálom, és így néztem, hogy honnan tudja, kiderült, hogy szünetben a tévések elmentek a ceremóniáról. Igen. És a János megkérdezte. És ő megkérdezte tőle. Igen, úgyhogy ő előbb tudta, mint hogy el tudtam volna mondani. Annyi volt, hogy amikor még visszaértem a színházba, és még persze azért volt időm, akkor felhívtam az anyukámat, és neki elmeséltem, ő hívta fel már a testvéremet, és akkor az volt a következő tervem, hogyha majd vége lesz az előadásnak, meg hazaérek át, akkor azért csak felteszem a Facebookra, és megköszönöm azoknak az embereknek, akik szavaztak rám, és képzeld el, hogy kiderült, hogy már mire oda jutottam volna, a testvérem mindent megosztott. Már mindent megcsinált ő helyette. Igen, és már arra vettem a kezembe a telefonomat késő este, hogy már a gratulációkat fogadtam. Tehát nagyon érdekes volt, hogy úgy el se tudtam mondani. Egyetlen egy ember volt az anyukám, akinek én tudtam elmondani. Igen. Az összes többi már rég tudtam, mire én... Igen. Szóval érdekes az élet. Egyre inkább azt látom, és azt tapasztalom az életemben, hogy az egy dolog, hogy mit tervezünk, igen, de az, hogy mi valósul meg. És valahogy furcsa az élet, az elmúlt egy év az megtanított engem nagyon erősen arra, hogy az itt és mostban éljünk. Élvezzük a jelent. Amit nem tudunk általában egyébként. Igen, ezt is meg kell tanulni, nekem is meg kell, pedig szerintem én egy nagyon-nagyon tudatos ember vagyok nagyon régóta. Tehát 25... Tudatos vagy egyébként? Analitikus, tervező, tudatos, mondjuk így szó jó értelmű, kicsit kocka? Nem vagyok kocka. Biztos, hogy tudok dolgokban, vagy tudtam kockául viselkedni, hülye szó. Igen, egyébként igen, az. De szerintem én egy rugalmas ember vagyok, és laza. Ettől függetlenül voltak nekem is merevségeim. De meg, mindenkinek van szerintem. Meg korlátaim. Igen, de valahogy most arra fele halad a világ, hogy legalábbis én az életemben azt tapasztalom, hogy a komfortzónákat át kell lépni. Mindenképpen. Elég erőteljesen. Mindenképpen, és ez nagyon nehéz. És viszont amikor az ember rájön ennek az ízére, akkor kimondottan egy élvezetes játékká válik az élet. Érdekes, hogy soha nem lehet tudni, hogy mit hoz. Ez így van, így van. Nagyon beszélünk jó. Még erről, visszatérünk a beszélgetésbe, hogy vannak-e véletlenek, vagy ez a díj, és hogy így jött ki, hogy pont a színházból át tudtál ugrani, átvenni, hogy ezek véletlen, nem véletlen dolgok. Beszélünk erről a beszélgetés végén. Menjünk egy kicsit vissza az időbe, sőt, ne is olyan kicsit. Gyermekkorodban, ugye, vagy színésznőket, színészeket úgy képzeljük el gyermekkorban, hogy ez a folyamatosan izgő, mozgó, beszélő, szereplő, nem tud a fenekén elülni típusú ember.
ember, te ilyen voltál egyébként kisgyermeknek? Igen? Igen. Tehát mindig rád kellett szólni, hogy Noémi, tedd le a kezed, most nem te vagy sorol, most Pistike is hadd mondja el, amit akar. Annyira talán nem voltam mondjuk az iskolában túl buzgó, szerintem. Tehát én jó tanuló voltam, de nem az az eminens típus, meg az állandóan jelentkező, úgy el voltam. Egyéb területeken olyan, hát nem is tudom, mondjuk körülbelül 4 éves lehettem, nem tudnám, ezt ugye nyilván én nem tudom visszaidézni ennyire, de hogy a szülők, nagyszülők elmesélés alapján tudom, hogy már akkor szórakoztattam a környezetemet. Igen. És nagyszüleimmel elmentünk valahova, Balaton, talán Kenesére, nem tudom, valahova valami üdülőbe, így a nyugdíjasok elutaztak, és akkor engem is vittek magammal, vagy magukkal, és hogy akkor dobták bele a pénzt a zenegépbe, és akkor Noémi szórakoztatta a nyugdíjasokat már akkor. Hoppá. Aha. Igen, és aztán később is így emlékszem, hogy ha vendégek jöttek, olyan volt a lakásunk, hogy volt benne egy ilyen, még én angyalföldi lány vagyok, és eredetileg, most már Székesfehérvári vagy, igen, de hogy eredetileg ott születtem, és a Váci úton volt egy ilyen nagyon szép régi bérházban egy ilyen, akkor ilyen polgári lakások voltak, cselédszobás lakások, és egy olyanban nőttem fel, és ott a nappaliának volt egy ilyen kiugró része, a fölöttel lévő lakásnak volt egy erkély része, igen, és annak a kiugró, igen, csak zárt része. És akkor valahogy ott úgy csinálták meg a szüleim, hogy így volt egy függöny. Mögötte volt az étkezőasztal, az általában így ki volt húzva, de bizonyos alkalmankor összehoztam, tudod, mint a függöny. Persze, és akkor a műsor az ott jött, ment. Hát te adta magát a lakás, a szereplésre. Eleve el volt rendelve, igen. Igen, de tényleg olyan, hogy így az, hogy például a szüleim miért tettek oda egy függönyt, vagy mi volt ennek a logikája, szerintem lehet, hogy ők se tudnak megmagyarázni most. Igen. Az is lehet, hogy tényleg ez ezért kellett. Igen. És akkor én kihasználtam piszkosul. De jó. Nagyon szerettem. Azt tudom, hogy egy időben az volt egy kicsit uncsi, hogy valamiért, nem tudom, hogy miért így jött ki, hogy én a Rátonyi Róbertet utánoztam nagyon sokszor. Tényleg Rátonyi Róbertet? Igen, aha. És ez valahogy ez egy nagyon népszerű műsor számom ugye volt. Ugye beszélő is volt, neki volt a Feleselek műsorszáma. Nem hasbeszélést utánoztam, hanem inkább operett vonalon. Tehát az komikus. és akkor azt tudom, hogy az már, hogy jaj, hogy csak csináljak úgy, vagy csináljam, na azt nem szerettem, amikor így úgy kérték, mert akkor is azt mondtam, hogy majd amit én csinálok, persze, vagy ami persze majd jön. Na, szóval igen, akkor innen indult az otthon is, nagyon-nagyon segített neked ebben, hogy de ez nem, annyira nem volt tudatos, nem is készültem akkor még így semennyire erre a pályára, ez csak olyan, hát a tudatalattiból jött. Így van. Ugrunk egy nagyot az időben, Szívem csücske következik most a beszélgetésben, Szomszédok című sorozat, bekerültél oda nagyon-nagyon fiatalon, és ezért mondtam pont a beköszönésben, hogy Sümegi úr, Kutya úr, illetve több esetben Gábor is tényleg nyelvét kiöltve loholtak utánad. Hogy kerültél be a sorozatba, a Szomszédokba? Hát ez egy jó kérdés, ezt nem tudom. Nem emlékszel rá? Nem. Volt egy válogató, vagy mondták, nem, hogy te oda jó lennél erre a szerepre? Nem tudom. Tényleg nem tudom. Egyszer már csak úgy ott voltam. Aha. De ezt így nem tudnám visszaidézni. Nagyon rég volt. De ez, igen, valami döbbenetes, hogy te mennyire Szomszédok rajongó vagy. Én nagyon, de többen vannak így az országban. Akárhányszor találkozunk, az nekem egy... soha nem hagyott ki. Igen, az és egyébként nagyon-nagyon sokan, és hogyha úgy hozza az élet, hogy pont úgy otthon vagyok, és bekapcsolom a tévét, és mondjuk pont megy egy rész, akkor... Írnak akkor neked, gondolom, hogy benne vagy, nem? Tehát szoktak írni mondjuk a közösségi oldalon, hogy hé, pont most látlak esetleg a csatornán. Hát elég ritka szerintem, hogy erre felhívják a figyelmemet, de van olyan, és hogyha mondjuk pont otthon vagyok, be is kapcsolom, és kíváncsiságból így bele-bele nézek, nagyon nagy élmény volt, és ezt örökre a szívemben őrzöm, mert az egy nagyon jó időszak volt, nagyon szerettem. Úgy voltam benne állandó, hogy nem minden részben, igen, de rendszeresen, és nekem mindig az volt a jel, vagy a jelzés, hogy még akkor azzal a módszerrel működött ez az egész, hogy postai úton elküldték, vagy pedig futár kivitte, és ő dobta be, de az volt a lényege, igen, hogyha hazamentem, és a postaládában volt egy fél, nem tudom, annak mi a száma, az A4-es lapnak a fele, annak is van valami száma, A5-ös, nem tudom, valami, hogy milyen, olyan méretű borítékot, hogyha vastag volt, és láttam, és rá volt írva, nem, akkor megdobbant a szívem, mert megjött úgy küldték a szöveg? El a szöveget, aha, igen, így össze volt hajtva a borítékba,
És akkor mindig olyan lelkesen készültem, imádtam, szerettem ott lenni, szerettek, azért az, valljuk be őszintén, akkoriban nem volt olyan túl sok lehetőség a színészeknek képernyőre kerülni, és ez egy óriási lehetőség, nagyon nagy lehetőség volt. Tehát aki abban benne volt, tényleg egy csapás a népszerű lett, hiszen... Akkoriban azért nagyon sokan megismertek a Budapesten és az utcákon, tehát hogy akkor, amikor ez a sorozat ment, akkor hát forgolódtak utánam az utcán, és így összesúgta. Az Antónia, ugye az volt a neve? Igen. A kétes hírű hölgy, igen. Akiről soha nem lehetett tudni semmit, igen. Addig, amíg férhez nem ment, mert utána általában a lépcsőházban találkoztam. Rátóti Zoltán alakította ugye a férjedet. Nyomozó volt. Igen. Egyébként nagyon érdekes, pont most 30 év vagy elindult a sorozat, és nyáron volt egy óriási buli, ahol ott voltam, sajnos ősz elején nem tudtam ott lenni, akkor is volt egy szeptember elején Gazdagréten, azt az ott élők szervezték, a másikat nyilván a stáb, ahol jelen voltam, és hát nagyon nagy élmény volt találkozni a régi kollégákkal, meg az ott dolgozókkal, és jó kis örömködés volt. Sajnálom, hogy nem tudott ott lenni mindenki, meg én is sajnálom, hogy nagyon sokat hallottam, hogy mennyire jó hangulatú volt a gazdagréti történet is, de azt nem mindig tudom megoldani, hogy ott legyek. Jó fej volt mindenki egyébként a forgatások alatt? Tehát mindenki barátságos volt, kedves volt, aranyos volt, amikor forgattátok a különböző részeket? Igen, én úgy éreztem, hogy ott mindenki nagyon otthon volt, ott, hogy ilyen kicsit ilyen családias hangulat volt. És hát az ember az ilyeneket úgy visszasírja néha, igen, az egy jó időszak volt, de közben azt is megtanultam, hogy az élet az megy tovább, megy előre, és nem visszafele kell tekingetni, örülni kell annak, ami jó volt, és el kell engedni azt is, és akkor megyünk előre tovább, aztán bízunk benne, hogy lesz majd sok minden más. És van ennek ugye folytatása, már sorozatoknál vagyunk, most is egy nagyon-nagyon népszerű napi sorozatban lehet téged látni, ugye? Erről beszéljünk egy picikét, hogy ide válogató útján kerültél, mert tudatosan, hogy ide is hívtak, hogy Noémi, te jó lennél erre a szerepre. Erre emlékszem. Ez nem volt olyan régen, frissebb, igen. Ide úgy kerültem be, hogy sok-sok évvel ezelőtt még el kellett menni, igen, egy ilyen castingra, vagy nem is tudom, próbafelvétel, ahol konkrét szöveget kell, előtte adják oda, ott kell helyszínen megtanulni, és akkor abból készítettek egy felvételt. Rólam is, és még rengeteg színészről. És akkor ők, ha jól tudom, ők ezeket elrakják, így raktározzák, és amikor felmerül az, hogy kellene valami új figura, ilyen karakter, olyan típus, stb., akkor már tudatosan gondolkodva hozzák elő esetleg így az embert. És én arra emlékszem, hogy tavaly nyáron kerültem bele, igen, és akkor amikor felhívtak, akkor már úgy mentem oda, hogy a producer külön kért engem, meg még valakit, kettő embert hívtak el. Nem tudom, hogy ki volt a másik, szerintem ez így korrekt, hogy nem persze, is mondták persze, el. Így van. És ott kaptam meg a szöveget, ott már ott voltak a partnerek, a Szőke Zoli volt ott, akiket később ugye mi összemelegettünk, mint párkapcsolat, vagy ott valami elindult. Igen. Illetve Pribenszki Norbi, aki a gyerekemet játssza a sorozatban, ő is ott volt egyikükkel, mind a kettővel volt egy-egy jelenet. Az volt inkább a stresszesebb része, hogy tényleg ott ilyen pikpak kellett megtanulni több oldalt, és akkor azért az egy pici feszültség, ugye, legalábbis nekem, én szeretek fölkészülni, nem szeretem az ilyen ennyire impro, de nyilván ez is tudatos. És nagyon érdekes, mert én már onnan úgy jöttem el, hogy én azt éreztem, hogy én leszek, egyszerűen éreztem, ezt nem tudom elmondani. Fel is hívtam onnan a férjemet, mert hogy ilyet még sosem éreztem előtte, és mondtam, hogy szerintem én leszek, mert annyira olyan volt a jelenet, olyanok voltak a partnerek, annyira működött minden. Láttam, hogy a rendező is elégedett volt, és valahogy úgy benne volt. Azt tudja az ember érzi, hogy na most jó voltam, most oda tettem magam, szerintem azt lehet érezni. Meg hogy hiteles volt, meg hogy nem tudom, ez tényleg nehéz így megfogalmazni, de onnan tényleg úgy jöttem el. És már másnap felhívtak, mert hogy körülbelül így következő héten kellett menni forgatni, még kellett ruhapróba, meg szóval sok minden volt, az egy elég hirtelen történet. És azóta három köröm volt, amiben így forgattam, mert mindig
forgatok kicsit, aztán elutaztam, újra előkerültem, most éppen szanatóriumban vagyok, Alzheimer-kórral. Igen. Érdekesen alakult át ez a szerep is. Az elején egy ilyen kimondottan, ahogy így az ismerőseim is mondták, hogy kimondottan antipatikus figura voltam, nem voltam szimpatikus, és mint amilyen az élet, én hiszek abban, hogy senkire nem lehet rámondani, hogy ilyen vagy olyan. Minden emberben ott van a lehetőség a változtatásra, arra, hogy megváltozzon. És én hiszek abban, és én alapvetően egy optimista ember vagyok, és szeretek hinni másokban is, hogy adjuk már meg a lehetőséget mindenkinek a fejlődésre vagy a változásra, és ilyen furcsa módon az én figurám is bejárt egy elképesztő utat. Igen. És én sajnálom, hogyha ezt valaki így nem látja át, és, vagy nem érti, mert azért néha az elején meg elolvastam egy-két kommentet, amitől az életkedvem elment, így zárójelbe zárva, azt és mondják, akkor meg is fogadtam. Nem kell nagyon elolvasni. Nem tudtam. De nehéz megállni egyébként. Igen, nem tudtam, hogy ez ennyire durva, és hogy az emberek ennyire negatívul is hozzáállhatnak. Tudom, hogy ezt is el kell fogadni. Bevallom őszintén, nehéz hogy egyébként volt pár sírós napom, amikor elolvastam. Hiszem, hogy annyira rosszul érintett, rossz vagyok, de nem is ismer, nem is tud rólam semmit. Azonosít a szereppel, hát könyörgöm. Hát én azt hittem, hogy ez egy hülyeség, és kinőttük azt, hogy Izaura, és gyűjtünk a... Hát főleg, amióta van közösségi oldal, azóta lehet mocskolodni név nélkül is több esetben. Persze, nagyon ez megy. És volt. Ez a nehézség egyébként ennek a szakmának, hogy én kisebbet tapasztalom, te nagyobban, hogy tényleg emberek olyan kommenteket írnak, hogy védik sértenek, lerombolják az önbizalmadat. Meg kell tudnom kezelni, meg kell nézni, hogy ki mondja, túl kell lépni, amit tényleg meg ez kell tanulni. Ez is egy nagyon nagy lecke. Igen. És az, hogy így is tényleg megszavazni mindenkinek a bizalmat. Igen. Mindenkiben ott rejlik a lehetőség, és én nagyon hiszek abban, hogy a nagyobb akadályt is át tudja ugrani az ember, hogyha arról van szó. Persze. Lehet óriásit fejlődni egy pillanat alatt is. Így van. Beszélünk erről nem sokára. Most beszéljünk a színházról. Jelenleg mi újság van színházi pályát kapcsán? Köszönöm szépen. Jól van. Jól van, igen. Aha. Nagyon szeretem a munkámat, ilyen szempontból szerencsés vagyok. Jókat játszom, jó dolgok várnak rám ebben az évadban is. Tavaly mutattuk be a pletykákat, végjáték, nem tudom, hogy láttad, de ezt a darabot áthoztuk erre az évadra is, és hál' Istennek játsszuk még ebben az évben is. Nagyon szeretem, nagyon várom mindig. Egy igazi felhőtlen estét nyújtó kellemes szórakozás. Aztán bemutattuk nyáron, illetve évad elején bent a Kőszínházban, mert hogy előtte Száraz Réten volt a nyári bemutató, és a Hülyéje című darabot, amiről már ugye említést tettünk, ez is egy végjáték, úgyhogy más listákon nézzük, mert idén akár kettőt is, igen. Sőt, amiben én amiben vagyok benne, vagy. De ezen kívül van még más végjátéki darab is a színházban. És akkor elkezdtük próbálni az Isten pénze című musicalt, karácsony előtti bemutatója lesz. Hát én megmondom neked őszintén, hogy én már az olvasó próbán kicsúrdult a könnyen nekem. Ez a, tudod, a Dickens karácsonyi ének története musical változatban végül is, és annyira szép az a történet, amikor a rajzfilmet néztem, én akkor is mindig megkönnyeztem, mert annyira megérinti az ember lelkét, és időszerű a világunkban, és ráadásul szuper jó az időzítés olyan szempontból is, hogy karácsony előtti bemutató egy ilyen darabban, zseniális, nagyon várom már. Még nagyon kezdeti stádiumban vagyunk, így a próbákkal kapcsolatosan, mert ez egy koprodukció, és így ezt is még tanuljuk, ezt a fura működését, hogy ezt hogy tudjuk így próbálni két helyszínen. De megoldódik, csak koncentráltan kell dolgozzunk, de nagyon várom már. Abban egy abszolút karakter, egy jó pofa kis karakter szerepet kaptam, és kimondottam, várom már, hogy csinálhassam. Aha. Aztán a következő év, tehát hogy ebben az évadban még, de a következő évre csúszik már át 2018 elejére, a régi módi történetben fogok játszani egy szintén elég jó kis erős szerepet. Erről még ugye nagyon bővebben nem tudok nyilatkozni, mert ez még egy picit a jövő.
És kérdőjelesen még lehet, hogy lesz egy szerepem, de ezt nem tudom pontosan. Uh-huh. Tehát, hogy még az olyan messze van, hogy odáig nem látok el. El vagy látva, akkor rendesen. Ja, és kifelejtettem, ami egy ilyen elképesztő szívem csücske volt most, ez a koronázási szertartás játék nyáron. Uh-huh. A tavalyiban is benne voltam, ott a király feleség, igen, a feleségét okay. játszottam, idén az anyját. Olyan szerepet volt szerencsém eljátszani, vagy megformálni, ami után számomra meglepő módon én annyi gratulációt kaptam, és olyan visszajelzések voltak személyesen, telefonon, üzenetben, de még hónapokkal később is, hogy nem hittem el, hogy úristen, uh-huh. hogy ez ennyire hatott valószínűleg ezek szerint. Igen. Én éreztem belül, meg én élveztem, uh-huh. meg éreztem benne azt az erőt, amit ott bele tudtam tenni abba a szerepben, mert azért tehát ezt az anyát megformálni azért nem volt egy egyszerű történet, mert azért, hogyha felületesen nézzük, akkor azt is lehet mondani, hogy gonosz volt, de közben olyan szinten megvolt az ő belső igazsága, és mindig ezt érdemes egyébként szerintem figyelni az embernél is, meg nyilván a szerep megformálásnál is, hogy a maga szempontjából mindenkinek van igazsága, persze. és hogyha azt megtaláljuk, és azt hitelesen el tudjuk játszani, akkor... Szerintem ilyenkor lehet megnyerni a nézőt. Így van, ez így van, ez teljesen így van. Te sokat dolgozol, szerencsére van tévé, van a színház, meg ki tudja, hogy még mi lesz, reméljük, hogy nagyon-nagyon sok minden, vagy ezekből még több. Kell pihenni, és az embernek ki kell kapcsolódni. Te ezt hogy tudod megoldani, hogy kikapcsolod az agyad? Mert a színész szakma ez olyan, hogy mindig kattogni kell az agytekervényeknek, hiszen szövegeket tanulni. Nyilván az ember mindig izgul is, bármennyire rutinos színész vagy színész, mindig azért egy kicsikét izgul is az előadás előtt. Ki kell tudni kapcsolni, ezt te hogy oldod meg? Nem mindig könnyű, főpróba héten szinte lehetetlen, olyan szinten kattog az agyam, tényleg, hogy sokszor az alvás rovására megy, mert szöveget mondok álmomba, énekelek, koreográfiát, táncolok, tehát hogy nagyon nehéz kikapcsolni. Hál' Istennek, hogy eljutottam odáig, hogy megtanultam meditálni, figyelek a saját személyes fejlődésemre, és nyilván ez egy külön történet, de ennek köszönhetően tudatos vagyok ebben is, és ha nem tudom magam elintézni egyedül, akkor olyan segítséget kérek idézőjelbe, hogy akkor vezetett meditációt hallgatok esetleg, vagy olyan pozitív, megerősítő gondolatokat, amik segítenek ellazulni, vagy csak simán egy olyan zenét beteszek, ami ebben segít. Nekem ez nagy könnyebbség. Van, amikor ezek nélkül is működik, de ez az állapotfüggő. Uh-huh. Úgyhogy leginkább ez az, ami úgy kikapcsol, de hogyha összességében nézem, és mondjuk nem feltétlen csak így munka vagy főpróba hétközben, hanem úgy az életem kapcsán, az, ami engem elképesztően mondom, feltölt az utazás. Szeretsz utazgatni? Imádom. Külföld, belföld? Mindenhol. Élmények. Tehát, hogy eljutottam odáig az életembe szerintem elég hamar, hogy nem feltétlen biztos, hogy a tárgyak okoznak örömöt, sőt, hanem az élmények. Uh-huh. És most már ebben is tudatos vagyok, hogy minél több élményt megélni, helyszínre elutazni, olyan helyekre, ahol nem jártam, ott csak beszippantani a levegőjét, nézni az ott élő emberek viselkedését. Ez engem nagyon feltölt. A másik, ami nagyon feltölt, ez egy picit költségesebb, ugye tengerparton, valamiért ott ugye négy őselem, a Balaton partján is, tehát hogy nem világos, Velencei tó partján is, de valahogy, amikor elhagyom az ország határt, akkor azért jobban el tudom engedni a gondjaimat, a bajokat, valahogy azokat itthon hagyom. Aha. És akkor teljesen, ott 100%-osan ki tudok kapcsolni. Benne van nyilván az is, hogy a sós víznek biztos. Is van egy energiája, egy gyógyító ereje. Azt érzem, hogy belemegyek, és megtisztulok, és a nem létező betegségem is eltűnik. Tehát, hogy valahogy az így az embert rendbe teszi, átmossa, megtisztítja, nem tudom, engem lenyugtat, nagyon szeretek ott lenni, de nagyon szeretek könyvet olvasni, filmet nézni. Milyen témájú könyveket szeretsz egyébként? Vegyes, van, hogy kimondottan spirituális témájú könyveket olvasok, most például ilyen időszakomat élem meg, én ez hullámzó. Aztán van, hogy azt mondom, hogy jó, most akkor abból elég, és akkor egy...
akármilyen más témájú könyvet, bármi, amit úgy érzek, általában ezt is megérzés alapján szoktam olvasni. Nem feltétlen biztos, hogy minden könyvet, amit kapok, azt elolvasom, mert belenézek, meg, nem tudom, beleolvasok, és kiderül úgy is, hogy azt elolvasom, persze, vagy persze. Nem. De például nyára úgy vettem 2 könyvet, hogy megálltam a könyvesboltba, és így, de ez tényleg így volt, és akkor így, majdnem egymás mellett volt a 2 könyv, mind a 2 spirituális. Na most ez a korszak van, mondtad, igen. De azt úgy olvastam, és az olyan teli találat volt, és az időzítése is azoknak a könyveknek, és olyan hatással volt rám, és tehát, hogy ezek is rendkívül tudnak tölteni. Szoktam eljárni csoportos meditálásra is, szeretem ezeket, szeretek mozogni, szeretek biciklizni, szeretek úszni, szeretek síelni. Igazából akkor lennék a legboldogabb, hogyha olyan teljes mértékben természetes egyensúlyt tudnék fenntartani, hogy mindig mindegyikre legyen idő. Van olyan? Jó kérdés, igaz? Van olyan? Leginkább nyáron nyilván, amikor nyári szünet van, de például ezt a nyarat végig dolgoztam, tehát idén nyáron ez nem volt aktuális. Nagy álmom az, hogy egyszer el tudjak menni úgy síelni, hogy legalább egy, nem tudom, 4-5 napra. Nagyon rég voltam ilyenen, és az is feltölt, például régen el sem tudtam képzelni ilyen 20 éves koromban, hogy mi én, aki a meleget szeretem, télen síelni, a hidegbe, oj, micsoda hülyeség. És aztán mindaddig, amíg már ilyen 30 körül, vagy nem tudom, hány éves lehettem, amikor életemben először elmentem síelni, és akkor éreztem rá az ízére. De én még mindig korábban, mert anyukám 50 pluszosan tanult meg síelni, úgyhogy én még hozzá képest sokkal előbb. És csodálatos élmény. Aha. Csodálatos élmény, és ott az ember nem is úgy érzi a hideget. Egészen már. Persze. Mert mozgás közben, meg az a jó levegő, meg maga az élmény, fantasztikus. De ez igaz a korcsolyázásra, én szánkozni. Szóval szerintem téli sportok, bennem nyári sportok, minden jöhet. A belső konkrét. Gyermekem, azt köszöni szépen, nagyon jól van, a bennem élő gyermeki énem teljesen megmaradt szerintem, és ez fontos, és ő sokat segít ebben, hogy élvezni tudjak mindent. Ezt meg is kell tartani mindenképpen, tehát jövőről kérdeznélek így a műsor vége felé, akkor egyik vágyad mindenképpen az, hogy sportolás, mozgás, utazás, van még valami, amit mondjuk a jövőben nagyon el szeretnél érni, távoli vagy közeli jövőben? Mindenféle konkrétum nélkül az, amiben én hiszek, meg ami az én álmom, meg a vágyam, hogy az manifesztálódjon. Hát reméljük, hogy fog is. Legyünk benne biztosak. Noémi, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Önöknek pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk. Tartsanak velünk legközelebb is itt a fehérvári beszélgetésekben.